Sziasztok, Kinga vagyok. A mai napon egy másfajta videót hoztam nektek, nem a szokásos tutoriált, vagy hogyan fessük meg egy bizonyos képet. Ezt az akvareltömböt akkor találtam az interneten, amikor papírra vadáztam magamnak. Én is szeretem tudni, hogy hol lehet a legolcsóbban a legjobb minőségi lapokat megkapni. Ez az akvareltömb nagyon megtetszett, többfélében lehet kapni egyébként. 6 előrajzolt képet tartalmaz, ez egy kicsit ilyen tájképesebb forma, de láttam már lovasba is, ezek a képek vannak benne. 12 lap van benne, ebből 6 elő van rajzolva, és tartozik hozzá egy step-by-step útmutatót, ami alapján meg lehet festeni a képeket. Minden kép mellé oda van írva, hogy milyen festékeket kell hozzá használni. Láthatjátok, hogy ez a 6 féle kép van benne, és a cseresznyéshez van egy step-by-step útmutató is, így 12 kis kép alapján leírják, hogy hogyan lehet megfesteni a képet. Ez lényegében egy ilyen régi fajta tutoriál. A képeket meg, hogyha megnézitek, elő vannak rajzolva, úgyhogy a rajzolással sem kell bajlódni. Néha jól esik egy kicsit kimozdulni ebből a világból, és egy kicsit úgy kikapcsolt aggyal festegetni, én is szoktam ezzel játszani, úgyhogy most ezt megfestjük közösen, nem mondok hozzá tutoriált, hiszen ez nem is az én munkám, és közben beszélgessünk arról, hogy milyen kezdőként elkezdeni festeni. A képet majd a kiadott színeket némileg követve, bár nem teljesen, és az útmutató lépésről lépésre képei alapján fogom készíteni, még akkor is, ha nem minden esetben mutatom meg, hogy éppen melyik lépésnél tartunk. Kezdjük az egyessel, maszkoljuk ki, aztán kezdődhet a festés. Pár ismerősömmel beszélgettem az elmúlt fél évben, akiket úgy éreztem, hogy vonz az akvarell, vonz a festés, és kíváncsi voltam, hogy miért nem vágnak bele. Mik azok a problémák, amivel szembesülnek, amikor elkezdenének festeni, és nekik is szól többek között ez a videó, és mindazoknak, akiknek problémájuk van azzal, hogy hogyan álljanak neki egy új technika megtanulásának. Az akvarell egy picit nehezebb téma, mint mondjuk az akril, vagy a számfestő, vagy gyémántfestő, vagy nem is tudom mi a pontos neve, mert azokat elég könnyű abba hagyni. Tehát elfáradtam, félreteszem, vagy éppen nincs időm, és félreteszem, és ugyanott tudom folytatni, ahol abba hagytam. Az akvarell egy picit nehezebb téma, mert bár vannak fázisok, és félbe lehet hagyni bizonyos helyeken, de sokkal nehezebb félretenni, és sokkal nehezebb ugyanott folytatni, hiszen az akvarellbe kicsit gyorsabban is kell dolgozni. Sok ismerős azt az érvet hozta föl, hogy ő nem áll neki ennek a festésnek, hogy ugyan tetszik neki, de nincs ideje. Tetszik neki, de nem tudja megtanulni. Tetszik neki, de az iskolában borzasztóan ment. Ezek mind teljesen valid érvek, és mindannyian szembesülünk ezekkel az érvekkel, amikor elkezdjük. Mindegyikre van egyébként válasz. Az a kérdés, hogy ki mennyire szeretne valójában festeni, és mennyire szeretne valójában akvarell technikával festeni. Elmondom, hogy én hogy kezdtem. Valójában rajzszakozatos iskolába jártam, úgyhogy a technika nem teljesen állt tőlem távol, és foglalkoztam már az alapokkal, de nagyon nem tetszett a technika. Nem lehetett kontrollálni, nem lehetett irányítani, mert folyt össze-vissza, és sohasem az sikerült, amit akartam. És ezért nem igazán szerettem. Aztán egyszer elkezdtem nézegetni a YouTube-on, már elég régen, videókat, és valahogy a YouTube elkezdte kiajálgatni nekem ezeket a videókat, és nagyon tetszettek. És amikor már a 20-at néztem, akkor úgy döntöttem, hogy ezt én is meg tudom próbálni. Előszedtem hát a régi iskolai felszerelésemet a fiókból, és megpróbáltam megcsinálni én is az alapján, amit mutattak. És úgy éreztem, hogy tökéletes lett. Így utólag visszanézve nyilván nem lett, de nagyon jó érzés volt alkotni egy képet, nagyon jó érzés volt az, hogy hasonlított ahhoz, amit mutattak nekem. Nem igazán volt jó felszerelésem, egy régi kohinóros köralakú konfesték, régi ecset, és valahol még találtam egy akvarellpapír, de az is elég vékony volt, úgyhogy nehezített körülmények között dolgoztam, de volt mivel elkezdeni.
és néztem több videót, és egyre bátrabb lettem, hogy ezt is meg szeretném festeni, meg azt is. De az az igazság, hogy én nekem is kicsi gyerekeim voltak, vannak, és nehéz mellettük időt találni arra, hogy fessünk. Így amikor ők elaludtak este 9 óra tájékán, leültem a konyhaasztalra, kipakoltam a felszerelésemet, ami sajnos ott maradt jó pár napig, úgyhogy egy kicsit nehéz volt mellette étkezni, és leültem festeni egészen éjfélig. Ha az embernek korán kell kelnie, akkor hosszú távon ez nem folytatható, tehát én is elpakoltam, és akkor nem vettem elő egy hétig, két hétig. Aztán amikor megint úgy éreztem, hogy bennem van, hogy festhetnék, megint elővettem, és pár napig alkottam. Voltak hosszabb, voltak rövidebb szünetek az alkotási periódusok között, de valójában érezhető volt egy fejlődés. Akkor kezdtem el igazán foglalkozni vele, amikor egyszer beteg lettem, és nem tudtam dolgozni, úgyhogy egy hétig otthon voltam nagyjából egyedül, és annyira rosszul nem voltam, hogy feküdnöm kelljen, de volt időm kipróbálni ezeket a technikákat. Elég sokat festettem akkor, és kezdtem ráérezni az ízére, egyre jobbak lettek a képeim, és egyre inkább megtanultam a technikát is. Aztán elkezdtem már heti, majd később napi szinten festeni. Manapság már eléggé nagy százalékban lefoglalja a napomat a festés, de természetesen nem az egészet. És amikor már úgy éreztem, még ez egészen az elején volt, hogy most már bátran kísérletezgetnék többet az akvarellal, akkor vásároltam magamnak egy közepesen jó felszerelést, amit egyébként azóta is nagyrészt használok. Ez egy Van Gogh festék volt, a tanuló verzió, tehát nem profi festéket vettem, de ezzel kezdtem el festeni. Sajnos már elég hamar kiderült, hogy ez az iskolai koinor nem teljesen ugyanazt a hatást adja, mint a Van Gogh festék, és amikor elkezdtem használni a profi festéket, akkor érezhető volt a különbség. Ezért szoktam javasolni kezdőknek, hogy ne az iskolai gombfestékkel próbálkozzanak először, hanem ha tényleg tetszik nekik a technika, akkor egy fokkal jobb minőségűre ruházzanak be. Különböző élethelyzetekben különbözőképpen kezdenek el az emberek festeni, amikor megérlelődik a gondolat a fejükben. Nyilván, hogyha nyugdíjas valaki, akkor kicsit könnyebb, mert több ideje van. Hogyha még tanul, iskolába jár az ember, akkor is kicsit szabadabban lehet alakítani az idejét az embernek. A legnehezebb korszak azt hiszem talán, amikor valaki kisgyerekek mellett szeretne valami újba vágni, legyen az festés, varrás, akármicsoda, mert az idő az, ami a leginkább limitált. Én is tudom, én is rohantam mindenhova, és próbáltam az időmet leginkább beosztani úgy, hogy maradjon idő festeni, de sokszor elég kellett priorizálni más dolgokat. Nekem az a technika vált be a legjobban, hogy azokban az időkben, amikor valójában nem tudok más csinálni, például villamosozom, utazom, vagy a földön fekszem a gyerekek mellett, és várom, hogy elaludjanak, akkor tudtam videókat nézni, keresgélni, kutatni, tehát azt a munkát elvégezni, ami a festésnek a megalapozása. Nem igazán lehet úgy leülni, festeni, hogy na, most akkor én festek, itt van a festék, és jön az ihlet. Nem jön. Ehhez kell egy kis kutató munka előtte, hogy tudjam, mit akarok festeni, vagy kiválasztani azt a videót, amit ki akarok próbálni. Lehet, hogy elsőre megtalálom azt a videót, amikor beírom a Google keresőbe, hogy ezt szeretném festeni, de sokszor nem. Mert megnézzük, jaj, mégsem tetszik annyira, vagy nem érzem, vagy éppen nincs meg az a felszerelés, mint például a maszkoló, és akkor nem tudjuk megfesteni ezt a képet. Ezért én azt javaslom, hogy ha valaki időszűkében van, akkor az egy jó tipp lehet, hogy ezeket az időket kéne kihasználni arra, hogy ezt a fázi kutató munkát ezt el tudjátok végezni. És amikor van egy órátok, mert egy órában tényleg akár két kisebb képet is meg lehet festeni, akkor előpakoljátok a felszerelést a szekrényből, ami könnyen kivehető, és már tudjátok, hogy mit, hogyan akartok megfesteni, mert fejben már ott vagytok, mert megérkeztetek, mert nekiálltatok. Érdemes persze az elején még egy kis gyakorlatot csinálni egy másik papíron, hogy ne az aktuálisan elkészítendő munkát kezdjétek el a kezetekkel gyakorolni,
de ezzel például időt lehet spórolni. Nekem ez segített abban, hogy ott a földön fekve kiválasztottam, hogy mit szeretnék, gondolkoztam rajta napközben, és este, amikor volt az 1-2 órám, akkor már csak a képre tudtam fókuszálni. Természetesen egyéb más megoldások is vannak kezdők számára. Vannak workshopok, amikor személyesen el lehet menni, és akár vagy egy hétvégi, egy vagy két napos alkalom esetében meg lehet tanulni, vagy heti workshopok alkalmával irányítottan. A személyes részvételű workshopon sokkal könnyebben lehet tanulni, hiszen egyből kapunk visszajelzést arról, hogy azt a dolgot, ahogy festünk, azt jól csináljuk, vagy nem. És esetleg, hogyha valamit nem csinálnánk jól, akkor még időben ki lehet javítani, és ebből is lehet tanulni. Egyedül egy picit nehezebb megtanulni festeni, de egyáltalán nem lehetetlen, és nyilván időben ez a legrugalmasabb megoldás. A személyes workshopoknak is két formája van, vannak ezek az egyedi workshopok, és vannak az iskola rendszerű képzések, ami egy kicsit elhivatottabb, rendszeresebb elfoglaltságot jelent. Erre is vannak iskolák, ahova be lehet fizetni. És még ami nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdenénk festeni, ott is jó, hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk festeni. Nem a pontos képet, inkább a témát, a hangulatot, a technikát. Akvarellből is nagyon sokféle irányzat van, vannak kicsit modernebb, absztrakt képek, vannak aprólékosabb, tanulmány jellegű képek, vannak gyors, úgynevezett loose style-ban alkotott képek, vannak városképek, emberek, portrék, tájképek, épületek, nagyon sokféle téma és technika áll rendelkezésre, és ahhoz, hogy igazán élvezzük a folyamatot, amikor festünk, ahhoz szeretnünk kell azt is, amit festünk. Például nekem az első videóm, amit belinkelek ide földre, ami abszolút kezdők számára készült, egy tájkép. A rétegezés és a átmenet technikáját mutatom benne meg, de van, aki nem szeret tájképet festeni. Nem érdekli a víz, nem érdekli a hegyek, ezért nem akarja kipróbálni a rétegezés technikáját, ami teljesen rendben van. Őnekik is megfelelő videókat lehet találni, akár virágokat. Azt nem mondom, hogy az első videó az egy portré legyen, mert az szerintem nagyon nehéz, és én még a mai napig hadilábon állok a portré készítése. De bármilyen témával el lehet kezdeni. Egyszerűbb formákkal, akár csendélettel, vagy egyszerűbb képekkel, mint amit mutattam. Amikor decemberben a zárt Facebook csoportba egy karácsonyi challenge-et indítottam, és minden nap feltöltöttem egy kis képet, vagy kis videót, hogy az emberek tudjanak festeni, akkor sok embernek sajnos nem volt nyilván ideje rá a karácsonyi rohanásban, de sokan azt mondták, hogy azért nem tudják elkezdeni, mert nincs felszerelésük. És beszélgetés közben is sokszor előkerült, hogy hát igen, hol kezdjük a festést? A felszerelésnél. Való igaz, nem lehet festék nélkül festeni, de gyanítom, hogy főleg azon ismerőseimnek, akiknek gyereke is van, van otthon elfekvőbe egy pár ecset, meg festék, hanem 10-20 dobozzal, meg kis zsírkréta és ceruza is. Szóval bármivel el lehet kezdeni festeni, úgy gondolom, hogy a felszerelés az kezdők számára inkább másodlagos. Fontosabbnak tartom a korábban már mondott dolgokat, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk festeni, hogyan szeretnénk megfesteni, milyen technikával. Tudjuk, hogy a házban milyen helységben van rá lehetőségünk, mennyi időnk van rá, mikor van rá időnk. És tényleg szeretnénk-e azt a kicsike szabadidőt, ami megmarad nekünk napközben, mert eléggé limitált, ezt gondolom napi 1 óra vagy heti 2 óra, az a szabad, csöndben eltöltött idő, amikor magunkra zárhatjuk egy kicsit a nem létező ajtókat, hogy azt az időt úgy töltsük el, ahogy tényleg kikapcsol minket, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, és ne szenvedjünk se a festéssel, se varrással, vagy egyéb dolgokkal, amit éppen szeretnénk csinálni, hanem igazán élvezetet okozzon. És akkor, hogyha elővettük a festékünket, ami legyen az akármilyen, és kedvünkre valót alkotunk, az igazán ki fog kapcsolni és pihentetni fog minket, és tényleg az én idő lesz.
Ha hozzám fordulnak emberek, hogy milyen eszközt vásároljanak, akkor tudok adni tippeket, hogy melyiket vegye meg különböző szempontok alapján. Természetesen általában a legfontosabb szempont az az anyagi megfontolás szokott lenni, tehát hogy árérték arányban jó felszerelést vásároljanak. De ez tényleg annyira egyedi, és kezdőszinten túlságosan nagy különbséget nem fogtok találni. Csak a nem odaillő papír az, amit kérlek kerüljetek, mert olyan rossz élményt tud okozni, amikor nem megfelelő papírt használtok, és közel sem lesz olyan a kép, mint amit vártok. Az egyszerű tájképes videó elején megmutatok néhány felszerelést, amit tudtok használni, de egyébként minden videó alatt belinkelem és leírom, hogy azt a videót milyen felszerelésekkel készítettem el, hogyha szeretnétek ti is azokat használni. Amikor végre leültök festeni, akkor kérlek, legyetek kedvesek magatokkal. Ne ítéljétek meg a munkátokat elsőre, várjatok egy napot, mire újra ránéztek, és kérlek, ne hasonlítgassátok a műveteket se a YouTube videóval, se a Pinterest képpel, se profi munkákkal. Még más kezdőképével se hasonlítgassátok, mert nem lesz ugyanolyan. Az akvarellt nem igazán lehet hamisítani pont a technika miatt, hiszen az, hogy egy kép hogy folyik meg, hogy amit oda tesztek a papírra, az hogy fog mozogni rajta, az teljesen egyedi. Van, hogy egy kép akaratlanul is jól sikerül, ezeket szerencsés baleseteknek nevezzük, és van, amikor bármit csináltok, a kép akkor sem fog sikerülni. Ez a technika sajátossága, és itt kell elengedni fejben a kontrollálási vágyat, mert az akvarellnél ilyen nincs. Akkor fogjátok tudni kontrollálni a festéket, amikor valóban fejben elengeditek a kényszert, hogy kontrollálni akarjátok. Amikor rájöttök, hogy megvan az a technikának, tehát megvan a technikában az a szépség, hogy oda megy a festék, ahova ő akar. És hogyha picit tudjátok, hogy a víznek, a festéknek és a papírnak milyen tulajdonságai vagytok, akkor egy idő után megtanuljátok irányítani. Nem pontosan meghatározni, hogy hova kerüljenek az a dolgok, hanem csak úgy terelgetni. Mint a gyereknevelés, az is olyan. Próbálod a legjobbat, megtalálod a trükköket, hogy hogyan is kéne nevelni, aztán persze olyan lesz, amilyen a gyerek, utána már nem tudsz rajta változtatni, de egy picit mindig lehet terelgetni őket. Szóval az első képetek várhatóan nem lesz életetek legjobb munkája. A legjobb lenne, ha kezdésként tényleg ott kezdenétek, ahol kell, tehát, hogy kipróbálgatni a vonalakat, az ecsetet, hogyan húzzuk az ecsetet a papíron, milyen erős nyomásra, milyen vonalakat hagy, a festékeink azok milyen színekből állnak, kevés vízzel, sok vízzel milyen színt látunk, hogy lehet őket kikeverni, színköröket kéne festeni, de általában kezdők számára ez unalmas. Amit én tapasztaltam, hogy ugyanúgy, ahogy például vannak ezek az élményfestések, szeretnénk, hogyha lenne valami kézzelfogható produktuma annak az eltöltött 2 órának, amit festéssel foglalkoztunk. Egy összemázolt papír lehet, hogy senki nem szeretne kirakni a falra, bár hozzáteszem, abból sokkal többet lehet tanulni. De számukra van az a pár videó, amit föltettem, és a lejátszási listában megtaláljátok, amit tényleg kezdők számára ajánlok, mert nulla tudással is nekivághattok bátran. Persze a nehezebb videóknak is neki lehet vágni, ott egy picit nem biztos, hogy hasonló lesz az eredmény ahhoz, mint amit mutattam nektek a videóban. Amikor személyes workshopra jöttek hozzám, és együtt festettünk meg képeket, hasonlóan, mint a Virágos Rét című kép, csak más virágok voltak benne. Mindenki azt mondta, hogy ő nem fog tudni képet festeni, ő nagyon béna. És amikor személyesen mutatom lépésről lépésre, hogy hogy kell csinálni, akkor azért sokkal egyszerűbb, mint egyedül kitalálni, visszatekergetni a videót és megnézni. Ugyanazt a tudást kapjátok nagyban, csak egy kicsit személyesen interaktívabb, ezért kezdők számára érdemes lehet egy-egy workshopra elmenni, hogy legalább az első iránymutatást megkapjátok. Nem kell, és sok embernek nincs rá ideje vagy pénze, hogy elmenjen, ez is teljesen érthető, de lehet, hogy némileg tudna segíteni. Mert hiszen az a legfontosabb, hogy gyakoroljunk.
hogyha csak nézzük a videókat, akkor könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy vagy túl nehéznek találunk egy videót, és nem állunk neki, holott valójában lehet, hogy nem is olyan nehéz, vagy túl könnyűnek érezzük azt a videót, és nem csináljuk megmondva, hogy á, ez úgy is megy. Én is belefutottam abba, hogy megnéztem 50 videót, és az 51-nél már pontosan tudtam, hogy mit fog csinálni az illető, és hogyan fogja csinálni. De amikor egyszer végre rászántam magam, hogy leüljek, kiderült, hogy a kezem nem tudja azt, amit a szemem és az agyam már tud. Mert nem hoztam összhangba. Ez gyakorlással lehet a leginkább összhangba hozni, amikor már tudom irányítani a kezemet, hogy azt fesse meg, amit az agyam akar. Úgy húzza a vonalat, annyi vizet tegyek bele, olyan színt keverjek ki. Ehhez tényleg csak is gyakorolni kell. Valaki azt mondta a YouTube-on egy ilyen videó kapcsán, hogy ő azt javasolja, 30% videó nézés legyen, és utána körülbelül 70% időben a festés. Tehát minden egy órányi videóra 3 órányi festést javasol, mert hogy akkor tud igazán rögzülni az, amit láttunk a kezünkben is. És higgyétek el, tényleg nagyon sokat számít. És így a vége felé még azt a gondolatot szeretném elmondani, hogy ne higgyétek, hogy valaha is meg lehet tanulni teljesen festeni. Nem lehet. Mindig tanulunk valamit, és soha nem leszünk készen. Mert amikor már egy technikában nagyon jók vagytok, akkor vagy megfogalmazódik bennetek az igény, hogy valami más csináljatok, vagy pedig benne van a kényszer, hogy igen, én még fejlődni akarok, még tökéletesíteni ezt a technikát. Ha már valaki mondjuk profi csendéletfestő, lehet, hogy portrékat akar rajzolni, vagy ki akarja tapasztalni, hogy milyen városképeket festeni, vagy ne adj Isten, nem az akvarelfestés klasszikus módját akarja sajátítani, hanem az urban sketchinggel akar foglalkozni, vagy az akrilfestészetbe, vagy a guásba szeretne belekóstolni. Ez egy olyan út, amikor végig csak tanulunk, és fejlődünk, és jobbak vagyunk, mint tegnap, jobbak vagyunk, mint tavaly, és jobbak leszünk jövőre, vagy 2 év múlva, mint ahogy most vagyunk. És hogyha egy idő után előszeditek a régi munkáitokat, akkor látni fogjátok, hogy mennyit haladtatok. Ez egy út, ami akkor jó, hogyha élvezitek, amit csináltok. És még beszéltem, közben elkészült a kép is. Alapvetően elégedett vagyok vele, mert hiszen festettem egy csendéletet, és nagyjából olyan lett, mint a képen, azonban az én szememnek is zavaró néhány részlet, például a levél nem sikerült olyan jól, és az árnyékok a cseresznék alatt is egy kicsit túl kontúrosak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy elég hasonló lett a képhez, és nagyon sokat tanultam belőle. Magamtól nem biztos, hogy leültem volna cseresznyéket festeni, úgyhogy mindenképpen egy jó szórakozás volt. A többi képet is festettem már belőle, a csónakot, a virágot és ezt a templomot is. Valamelyik jobban sikerült, valamelyik kevésbé. Itt láthatjátok őket. Javaslom, hogy próbáljátok ki ti is, ez nem egy szponzorált tartalom, saját magamnak vettem, mert amúgy jó szórakozás és könnyen lehet vele tanulni. Remélem tetszett ez a videó. Sziasztok!